Igen, tudom, sok lézergravírozó került tesztelésre a csatornámon, de igazából ez csak egy nagyon apró kis töredéke annak, amennyit ide szeretnének lapátolni a gyártók. Viszont általában igyekszem szelektálni ezeket és kiválasztani azokat a készülékeket, amelyek vagy valami érdekes megoldást tartalmaznak, vagy pedig valami újítással rendelkeznek, vagy esetleg egy irgalmatlan nagy erősségű lézermodullal. Ennél a készüléknél ez az újítás, ez a felső zárt rész volt, ami hát akkor első volt a gravírozók között, aminek egy ilyen teljesen zárt és füstmentes felső része van, akkor még nem volt kilátásban a Creality Falcon 2 Pro, így erre igent mondtam. Aztán már megbántam, és igazából próbáltam visszakozni, hogy hát inkább mégse küldjék el, mert nincs rá szükség, meg hagyjuk. De addigra már csengetett a futár, és itt volt a kapuban ez a készülék, úgyhogy ha már itt van, akkor meg kellett néznem. És még milyen jó, hogy megtettem, mert igazából a Tuka az L2-es készülékével igazából házhoz jött a pofonért, mert ez az a gép, amit nem érdemes megvenni. Szóval ezt a készüléket elsősorban a kinézete miatt, ez a nagy plexi kupola miatt fogadtam el, mert jónak tűnt. Amikor mondtam, hogy persze jöhet a készülék, akkor visszajött a válasz, hogy hát válasszak, hogy 110 vagy 220-asat szeretnék. Hát, éreztem, hogy itt van egy kis probléma, mondtam, hogy hát jó lenne 230-asat, mert hát mégiscsak Magyarországon már 30 éve 230 van. Mire visszajött a válasz, hogy olyat nem tudnak adni, vagy 110-es, vagy 220-assal rendelkeznek. Hát itt megköszöntem az együttműködési lehetőséget, és úgy voltam vele, hogy ha nem értenek hozzá, mert ez egy elég erős rés a pajzson, hogy nincs rá szükségem, mert nem tudom használni, 220-szal nem működik. Nyilván tudom, hogy minden tápegységgel megy, és minden 110-től 240, neki meg csak a dugvilla típusa kellett. De hát milyen ügyfélszolgálatos az, aki ennyit nem tud róla? Szóval mellékeltem neki a Wikipédiáról a világtérképet, hogy hol milyen feszültségértékek vannak. Elküldtem, megköszöntem, és úgy voltam el, hogy vége van. Erre válaszként a fuvarlevél számot kaptam vissza, hogy már úton van a készülék. És igen, reménykedtem abban, hogy nem kell hozzá külön egy trafót rendelnem, hogy tudjam használni 230-on és a 220-as gépet. De hát végül is működött, úgyhogy hát itt van, és hát alapvetően működik. A készülék két dobozban érkezett, ami 12. Hogy mi 12, azt nem tudom. A kisebbik dobozban két másik doboz. Ebből a kisebbikben a kompresszor, ennek olcsó csöve és papírja, és az első 220-as delikvens, mely nyilván bírja a 240-et is, csak ez a kis pöcök számított neki. Szerintem beletehetnék mind a négy típusot, amit árulnak, lenne vagy $3 plusz, és legalább nem tűnnének tudatlannak. A kompresszor a legáltalánosabb típus, körülbelül 50 euró egy ilyen, a brendelés rajta pedig friss, ropogós, lekaparható. A másik dobozban egy alumínium plélemezt kapunk, és egy hozzáillő 30x30-as méhsejtrácsos alátétet, a sarkain valami műanyaggal, amiről nem igazán tudom, hogy csomagolás-e vagy tartozék, de nem ért ide épségbe. Mellesleg egy ilyen körülbelül 30 euró AliExpressen, ha a pumpát és az alátétet is a Tukától vesszük, logózva, akkor 10 euróval többe kerül, mint ha megvennénk külön AliExpressen. A nagy doboz felirata szerint a biztonságos gravírozás szakértője a Tuka. Gondolom minden más szlogen már foglalt volt. A csomagban borzasztó sok habszivacsba ágyazva rengeteg narancssárga plexit találunk. Miután akár egy palánta nevelő építéséhez elegendő plexit kipakoltunk, elérkezünk a gravírozóhoz. Itt gyönyörű, de tök felesleges dobozokat találunk, mivel benne csak egy darab magazin fogad bennünket, mely egy képregényszerű összeszerelési utasítás, mely lehet, hogy igényesnek hat, de én paraszt vakításnak nevezném, mert vastagon kifizettük. A másik doboz a felhasználható matéria, ami egy acél és két alumínium biléta, egy rétegált lemez, mely legalább nem görbe, valamint egy alátét alumínium lap, ha esetleg nem lenne külön méhsejtrácsunk, de mivel alu, erre nem tudunk gravírozni. Kapunk légtechnikai csövet, benne a másik 220 voltos alkatrész. A hozzátartozó adapter, de ez nem a tápegység, mivel az külön van. Itt egy méretes ventilátor, annak rácsa és csatlakozója. Négy pici kis láb és egy védőszemüveg. Egy dobozkában némi vasalat és csavarok. Műanyag dobozkában némi ez az amaz, például egy imbuszkós csavarhúzó. Egy 10 wattos, semmi extra lézermodul, és végül a gravírozó váza, mely összeszerelve érkezik, ahogyan az manapság már csak szokásban vagyunk. No, de lapozzuk fel azt a magazint, mert nem igazán nyilvánvaló, hogy mit, merre és hogyan is kéne. Egy QR kód egyből arra buzdít, hogy nézzek inkább videót. Hát ami azt illeti, én is inkább azt csinálnám, de ezen a QR kódon semmilyen videót nem találni. Marad hát a magazin. Első lépés, felkerül a lézermodul.
És amint sikerül, kapunk is egy kis buksisimit. Aztán fel lehet gyűrni az inguját, mert jöhet a felső plexi burkolat összeállítása, amire nekem ráment több mint egy órán. De ez még gyorsítva is rettető sokáig tartana, szóval ugorjunk inkább a készre. Ahol újabb buksisimit kapunk. Ideje ráaplikálni a burkolatot a vázra, de mivel nem ma kezdtem, lássuk előbb milyen állapotban van a váz. Hát ami azt illeti, elég ramagy. De semmi baj, görgüket kell állítani, mint mindig. A lézer modulnál nem nehéz megtenni, de a két oldalsó profil körben zárt. Így azt se látni, hogy görgőse egyáltalán vagy sem. És akárhogy nézegetem, forgatom, sehogyan sem lehet hozzáférni. Persze mindig mondom, hogy nem javítok gépet, mert szerintem az a gyártó dolga, hogy használhatóan érjen ide, de ez így használhatatlan. Már eleve nem acélrudakat használnak tengelyként, mint mindenki más, hanem az alu profil így van kiextrudálva eleve, és ez még a tetejében le is van festve. Szerintem nem a legjobb megoldás, de az, hogy az állításhoz még szét is kell szerelni a gépet, hát azt nem hittem volna. Azt meg pláne nem, amit bent látok. Bár nehéz megmutatni, de több mint 1 mm hézag van a görgő és a sín között. De persze ez így még mindig nem állítható. Konkrétan darabokra kell szedni a gépet, és ki kell venni az egész szánt ahhoz, hogy kézben addig állítgassa és próbálgassa az ember a görgőket, folyamatosan visszatéve, hát ha jó lesz, hát ha nem, amíg egyszer csak nem kezd el passzolni. Ez a beállítgatós történet még egy bő fél óra volt. Szerintem a gyárban összesen nem foglalkoztak ennyit a géppel, mint ameddig nekem az összeszerelés és a beállítás tartott. De így végre jöhet rá a felső rész, melyet körben kis aludarabkák és csavarok rögzítenek. A csavarok nyilván direkt belehajtva a plexibe, de ezt most engedjük el. Hogy hova, hogyan, mi módon megy az elszívó és a légbefúvás, szerintem tök mindegy, úgyse veszi meg senki ezt a gépet, ha meg igen, az majd kitalálja, és egyébként meg vessen magára. És akkor a 220 voltos megtáplálás. Van egy dugó a légbefúváshoz, van egy a hátsó elszívóhoz, meg egy a gravírozóhoz. Szóval indokolt hozzá egy hármas elosztó is. Mellesleg mindhárom 24 voltos, és összesen 7 amper, szóval ez megint csak egy gyártói idiótaság. Nyilván kapcsoló nincs a légbefúváson, bedugod és szív, de a pumpán legalább van egy tekerény. A kezelő felület a faék bonyolultságával betegszik, de bevallom férfiasan a hangja kimondottan tetszik. Viszont nem kapcsolám be csak úgy, van egy biztonsági USB kulcs. Elképesztően praktikus, mert ha erre rálépsz, vagy elhagyod, vagy bármi történik vele, onnantól kezdve kidobhatod a gépet. Lehet vele SD kártyáról gravírozni. De egy ideig elbohóckodtam vele, mert véletlenül egy csatlakozót nem dugtam vissza az alaplapra, miután szétbontottam az egész gépet. Viszont nagy vonalakban bekapcsolod, home all, ami egyébként balra fent van, megint megnyomod, elkezd keretezni, ha szükséges, akkor aláhúzod az anyagot, majd ha kétszer megnyomod, akkor gravíroz. Nem mondom, hogy kell a színes kijelző, meg a kép átalakítása G-kóddá csak a készülékkel, de azért ez lehet, hogy a másik végén. Alul egy dekor LED csík is villog, de nem mutatja színváltozással, hogy hol tart a folyamat, csak úgy van. Gravíroz is, vág is, teszi a dolgát, nincs vele gond. Sőt, még halk is, leszámítva az irgalmatlanul szívó elszívó. De ami a fedélben található világítást illeti, az tökéletes. Körben három oldalon végig LED szalag van, ami minden egyéb külső fényforrás nélkül tökéletes láthatóságot biztosít, ez látható most is. Ami a mellékelt G-kódot illeti, szépen elkészítette, és több gravírozási erősséget és vágást is láthatunk rajta, és még cuki is, szóval ez dicséretes. Váltottam Lightburn-re, melynél kapunk importálható profilt. Sajnos, mint a mellékelt példa is mutatja, ennek beállításai nem tökéletesek, hiszen tükörképet gravíroz. Vagyis a gyárban, vagy a sokadik emeleti szobában ezt nem próbálták ki. Ugyebár, ha balra fent van a nullpontunk, ahhoz a tenge irányfordítást be kell kapcsolni, de hát ezt a gyártó úgy is tudja. Egyébként viszont gravíroz. Sőt, vágni is lehet vele. És még a vágás pontosságával sincsenek gondok, hiszen a kivágott kör szépen megfordul a helyén. Csak egy nagyon picit szorú. Van a weboldalukon egy kép, hogy miért gravíroz. Gondoltam, ennél jobb tesztképet nem választhatnék a gravírozáshoz, de valahogy mintha nem pont ugyanaz lenne a végeredmény. Vágtam vele 3,5 mm-es nyír réteg átlemezt. Nyilván azt kicsit nehezebben viszi, de átvágta. Vágtam hát vele aprólékosabb képet, melynél jól látszik, hogy a megvilágítás valami eszméletlen. De a füstnek nagyon nem itt kéne kijönnie, mivel a mégsejt rácsot el kell emelni az asztaltól, akkor működik. De én, mint kezdő gravírozó, ezt ugye honnan tudja. Csak használom. A pulzáló első leccsik pedig kiválóan mutatja, hogy mennyire nem szív el az elszívó úgy, ha nincs zárt alsó tér. Ami a vágást illeti, mindent szépen kivágta, és mindnek igen füstös a hátsója. Lássuk hát acélot.
A magasságállításhoz balról egy lenyíló pecek van, még jobbról egy rögzítő kalatjú. Hogy minek adnak hozzá magasságállító idomszert is, fogalmam nincs, ahogy arról sem, hogy ez miért mágneses, ha az egész váz körben alumínium. Közben pedig nem a vészhelyzet megy a tévében, ez a gép mindig pittyeg valamiért. Például, mert indokolatlanul biztonságos. Semmit nem lehet csinálni, még nyitva a fedél. Körbe rajzolni sem. Szóval ragasztottam egy mágnest az érzékelőre, mert kikapcsolni ugyebár nem lehet. A gravírozásra viszont nem lehet panasz. Ugyanígy alumíniumra is firkálhatunk vele. De nézzünk valami dekoratívabbat, egy lefestett burkolólapot. Tehát, ha akarja az ember, ezzel is lehet azért ezt-azt készíteni. Vágtam vele papírt, hogy megnézzem, mennyi igaz abból a 24.000 mm per percből, és hát jól látszik, hogy 10-től 24-ig bizony semmi sem változik. De mintát gravírozva legalább látszik, hogy még 10.000-nél sem fittyen a lézermodul. Viszont ez 3 perc 23 másodperc alatt készült el, a Lightburn pedig 1 perc 35-öt jósolt, ha 10.000-rel készül. Szóval valójában az a 10.000 inkább csak 4.700 mm per perc. És persze lehet azt mondani, hogy rövid távon nem tudja elérni, de hosszú úton. És mégis hova menne hosszú útra? Pomázra, mint az öreg rövidlátó hangja. Kipróbáltam a pillenés érzékelőt, működik. Tüzet raktam alatta, azt is észleli. Persze ott, ahol van a lány, közvetlen felette megáll, reteszeli a motorokat és sipálkor, szóval mire odaérünk, úgyis elégett az egész. Összességében tehát ez a gép egy nagyon jó elképzelés, igen pocsék megvalósítása, mert tényleg nagyon menő néz ki ez a felső plexi váz. Én el voltam képedve ezeket a gázrugókon, amik itt két oldalt tartják. Nem láttam még eddig lézergravírozott gázrugóval, úgyhogy ez igen menő. Ezen kívül a világítás, ami benne van, az csillagos ötös. Sajnos ez egy egyszerű polc alá szerelhető, semmi natur lecsik, tehát nem egy nagy összeg bármire beleszerelni. És hát az, hogy alapvetően, mikor megérkezik, szét kell bontani az egészet és megcsinálni, az nívón aluli dolog, meg még sorolgathatnám rajta, hogy mennyi minden van. Ami igazából nem lenne probléma akkor, hogyha ezt a gépet mondjuk olyan nagyjából 400 euró tájéken árulnák, de ez a gép így légbefúvással és mégsejtráccsal együtt több mint 800 euróba kerül, ami szerintem indokolatlanul sok egy 10 wattos lézermodulra szerelt gravírozóért, még akkor is, hogyha rajta van, ki tudja, hogy milyen értékű plexi lap, de hát ez nem az én problémám, hogy miért csinálják 4 mm vastag plexiből az egészet, ami drága. Csinálhatnák másból is. Szóval szerintem indokolatlanul sokba kerül ahhoz képest, amit nyújt, de anélkül, hogy tovább indokolnám, hogy miért nem éri meg ezt a gépet megvásárolni, szerintem megköszönöm a megtisztelő figyelmet, ha még nem tettétek meg, kedveljétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb, egy ideig most nem lézergravírozó témában. Addig is, sziasztok! We'll be right back.